Az egészséges életmódra, a helyes táplálkozásra és a szűrővizsgálatokon való részvétel fontosságára hívták fel ismét a járásban élők figyelmét, a különböző szűrésekkel, állapotfelmérésekkel, tanácsadással a Kisbocs Babamama Közhasznú Egyesület járási egészség és családi napján szombaton a Szihalmi Művelődési Házban. A nap folyamán pedig itt van a Heves-megyei Kormányhivatal népegészségügyi főosztálya, Füzesabonyból a járáshivatal népegészségügyi osztály, az egészségfejlesztési iroda, akik szűrőprogramokkal, tanácsadásokkal várják a kilátogatókat, de egyéni tanácsadással is készülünk szakemberekkel, itt van a pszichológus, csecsemőgondozó ápoló, lelkiegészségvédelem, védőnő, betegjogi képviselő, úgyhogy úgy gondolom, hogy a tanácsadások és a szűrőprogramok is minőségig meg lett szervezve, és várjuk a kilátogatókat, és természetesen a gyerekeknek pedig a kreatív sorok fog megnyílni 11 órától, és a gyereket a magasba részvételük miatt pedig ajándékba részesülnek, a Három Királyfi, Három Királylány mozgalomtól lufikat kaptunk, illetve belépőt az Agria Park moziba ma délutáni előadásra, úgyhogy úgy gondolom, hogy tele leszünk ajándékkal, a hölgyek a DM-től kozmetikai termékeket fognak még pluszban kapni, úgyhogy úgy szerveztük, hogy ha már családi nap, nem csak egészségnap, akkor az egész család összes korosztályának tudunk program lehetőséget kínálni a mai nap folyamán. Én úgy gondolom, hogy az egészség mindig fontos, tehát hogy ez egy végtelen történet, hogyha egészség van, minden van. Ezért nagyon fontos az, hogy prioritásként kezeljük azt, hogy önmagunk egészségével minél többet foglalkozzunk, és hogyha az egészséges a test, akkor egészséges a lélek, és ez szerintem ugyanoda vissza az egészséges lélek, az egészséges test, és tulajdonképpen ez is a témája a mai napnak, akár a szorongástól az önbecsülésig, vagy a lelki egészségvédelem, mert mi úgy gondoljuk, hogy ez a két terület, a testi egészség és a lelki egészség, ez egy örök történet. A kezdetet kezdetén is ez volt a célunk, hogy figyeljünk oda a lelki egészségünkre, a testi egészségünkre. Akkor ugye 2006-ban az anyateljes világnak köré szerveztük, hisz a anyateljes való táplálás még most is prioritás számunkra. De az akkori értékek ugyanazok, mint a mostani értékek, kibővültek az együttműködő partnerek, és a létszám az, ami talán változott, hisz egyre többen érdeklődnek a rendezvényeink iránt, és ez töretlen a 16 év alatt, de a fő értékrend az ugyanaz, mint 2006-ban. Lelki egészség és a testi egészség. Ha egészség van, minden van. A szűrővizsgálatok már több alkalommal segítettek az előző években is a rendezvényre kilátogatókon. Ha ezeken a ingyenes szűrővizsgálatokra eljönnek az emberek, és akár kiderül valami nagyobb probléma jele, akkor tudnak tovább menni szakorvoshoz, és akkor tudják ezt a problémát megoldani. Úgyhogy mindenképpen az a cél, hogy felhívjuk a szűrőprogramoknak a fontosságának a hangsúlyozását, de nem csak ezeken a rendezvényeken, hanem azért számos szűrővizsgálatok vannak, amit akár az EFIG, akár a kórházak, akár más civil szervezet is hirdet, hogy menjenek el az emberek ezekre a szűrővizsgálatokra, főleg a kötelező szűrővizsgálatokra, hisz a hölgyeknek vagy az uraknak a prosztata problémák, vagy a mell vizsgálat, a tüdő vizsgálat, a vércukor, a vérnyomásmérés, azért bizonyos kor fölött ezek a problémák egyre gyakoribban jelentkeznek, és nekünk is élő tapasztalat volt, hogy ezen a kisbocsos rendezvényen derültek ki olyan problémák, amivel utána tovább kellett menni szakorvoshoz, akár a vércukor szint probléma, vagy magas vérnyomás probléma, stb. És azért egyre több megkeresés van a pszichológus vagy a gyermekpszichiáter kapcsán, tehát hogy a pandémia, az online világ azért egy picit a gyerekek személyiségét is, az a tapasztalatunk, hogy azért egy más mederbe tereli, és szinte mindennapos a megkeresés, hogy pszichológust ajánljunk, vagy gyermekpszichiátert a gyerekek részére. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a mi egészségfejlesztő programunk az jó célt szolgál, és hatékony is egyben. A Füzesabonyi Egészségfejlesztési Iroda is kitelepült. Hagyományunkhoz híven minden évben megjelenünk ezen az egészség napon, vérnyomás, vércukorméréssel, diétás tanácsadással, illetve a mozgás fontosságára szeretnénk felhívni a figyelmet, illetve elhoztuk a Boca Carindex mérő eszközünket is,
amivel egy szűrővizsgálatképpen egy érszűkületnek a meglétét szeretnénk kimutatni. Akiknél ez az érték megjelenik, azokat viszont szakorvoshoz irányítjuk. Lehet nálunk még testtömegindexet is számolni, bízom benne, hogy azért kellő látogatási létszámot fogunk magunknak tudni, illetve felkeltjük minden érdeklődőnek a figyelmét. Az érszűkület vizsgálata nagy hangsúlyt kapott az idei egészségnapon. Nem győzzük eléggé hangsúlyozni, hogy a szív- és érrendszeri betegségek, illetve a cukorbetegség is szinte a vezető halálokoknál van jelen. Én azt gondolom, hogy egy érszűkületnek is a jelenléte fontos, hogy olyan stádiumban találjuk meg, ahol esetleg még lehet rajta segíteni, és nem jut el esetleg a páciens arra, hogy egy olyan drasztikus beavatkozáshoz kerüljön, hogy esetleg egy lábamputáció vagy egy végtagamputációra kerüljön sor. Akár mondjuk egy szívet érintő érszűkületnél is most már nagyon jó és hatékony gyógymódok vannak, ugye a koszorúér tágító műtétek, amik szinte már szoktuk mondani rutinszerűen végeznek. Persze itt nem a szívnek az érszűkületét fogjuk mérni, hanem a végtag érszűkületét, de úgy általában, ha már egy végtagnál megjelenik, az az egész szervezetben is jellemző. Az egészségnapon a lelki egészségről is gondoskodtak. Pál Feri atya tartott előadást a szorongástól az önbecsülésig címmel. Előadásában hangsúlyozta, az önbecsülés az emberi élet egyik alapértéke, egyebek közt abban segít, hogy jobban érezzük magunkat. Az önbecsülés sok szorongástól szabadít meg, és lehetővé teszi, hogy önfeledten éljünk. A Három Királyfi, Három Királylány mozgalom felhívásához Szihallom is csatlakozott idén. Országszerte több településen, mindenhol, egyszerre pontosan szombaton 11 órakor emelték magasba a gyerekeket. Szihalmon egy szívet formáztak a szülők a gyermekeikkel, így emelték fel őket.